Amint már mondottam, elkészült a Székelyföldi Legendárium 3D animációs filmsorozat első részének, a Likaskő legendájának tökéletesített változata. Hamarosan látható lesz a mozikban. A premier természetesen Székelyudvarhelyen lesz, a hajdani Olimpia moziban, március 26-án este 7 órától. Hol volt, hol nem volt. Valahol az égbolt egyik szegletében, ahol Csaba királyfi csillagösvénye a tejút kezdődik. A Kárpát kanyarban éltek és élnek ma is a székelyek. Ezen a vidéken az eget valaha sárkányok uralták, a hegyeket óriások faragták, tündérek fakasztották a gyógyerejű források vizét. A sűrű erdők közé ördögök hasítottak völgyeket. A legendás időkre máig emlékeznek a székelyek, akik ezt a földet azóta őrzik. A Likaskő. Réges-régen ezt a varázslatos vidéket nem csak emberek, hanem tündérek is lakták. Jók és rosszak vegyesen, ahogy az emberek közt is van jó is, meg rossz is. Különösen egy tündérre emlékeztek sokáig, aki ott élt velük együtt Koront pataka közelében. A jóságos Firtos segített rajtuk, amikor és ahogy csak tudott. Ezért az emberek úgy megszerették, hogy kérlelték, építsen várat a környéken, maradjon mindig velük. Felépítjük mi neked, mondták, és Firtos végül beleegyezett. Gonosz nővére, Tartod, a varsági dombokat uralta. Irigyelte húgát, de annak erősebb volt a varázsa, így nem tudta legyőzni. Cselhez folyamodott. Elküldte leghűségesebb szolgáját, Csetliket, hogy megtudja, mitől olyan erős Firtos vára. Odaérve látja, hogy Firtos épp Zetével, a kis pásztor legénykével és jó barátjukkal, a Kakassal sétálgat a várfokán. No hát, mindjárt kész is van a várad, Firtos. Csak egy-két zsindely és néhány követ kell a helyére tenni, és kezdhetem berendezni. Hát ez gyönyörű, vendégem Fazakas Szabolcs, producer, operatőr, rendező is vagy, ugye bár, szia! Rendező munkatársa segítek, ugye Tóth Árpád rendezőnek, ugye neki nincs mindig ideje ott lenni a rajzfilm készítés, mert ugye színházban is dolgozik, meg ugye rendez színházi előadást is, úgyhogy itt próbálunk mindenki minden feladatot ellátni, ugye kevesen vagyunk, de elegen most már úgy néz ki. Szabi, itt a helyszínek élethűek? Igen, tehát az a szép ebben a rajzfilmben, hogy ezeket a korondi dombokat, a varsági dombokat, ezeket mind rekonstruáltuk Google segítségével, és hát most, ha mai nap is belepüljük repülővel ezeket a helyeket, ugyanígy látszik. A vár az fantáziavár, nyilván nem így néztek ki valamikor ezek a várak, hanem itt a gyerekek kedvébe kell járni, tehát fantáziavárakkal kell kedveskedni, hogy ugye Firtos tündérvára azért egy szép impozáns épület kell legyen. De mondom, el lehet ma is sétálgatni, kalandozgatni ezeken a helyszíneken. Közben kérem szépen a rendezőt, hogy lássuk még egyszer itt a képernyőn a filmet, hogy tudjuk kommentálni. 3D, azt mondtam, ez olyan igazi 3D-s mozi? Akár, tehát itt most végül is, hogy mondjam, ez renderelés kérdése idézőjelben, és speciális szemüveggel ezt lehet ugye 3D-be is majd nézni, de nem ez a fontos, hanem az, hogy ezt a teret mi 3D-be felépítettük. Ugye mondható operatőr voltam, tehát itt az a lényeg, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi most itt vagyunk, ez elkészült a rajzszínbe és 3D-s technológiába, és oda tesszük a kamerát, ahova szeretnénk. Tehát ezért hívják ugye 3D-s technológiának, ez megvan ezekre a megfelelő programok. Most a 3D szemüveget meg, hát mondom, akkor használjuk, amikor ezt a rajzszínet olyan formátumban adjuk oda a megnézés. Tehát ez az új változat, ugye, új legendáriumos befutóval, kifutóval, és azt mondják róla, hogy a szereplők is emberibbek. Nos, mi történt?
Hát igen, itt 2 éve, vagy 3 éve, azt sem tudom hány éve, már régóta, tényleg 4 éve dolgozunk a rajzfilmen. Pont 4 éve áprilisban jelentettük be, hogy lesz székelyföldi rajzfilm, és akkor ugye azóta megy az előkészület, a tanulmányoztuk, ugye a szereplőket, minden. Volt 2 éve egy bemutatónk, és akkor úgy eldöntöttük, hogy azért picit többre vagyunk képesek, és hát újra, tehát mindent újra rajzoltunk. Besegített a maga a képzőművészeti oldalában Maszelka János, akkor János tímja, Egyedelekes Nora, ugye ők képzőművészek, tehát ott próbáltuk ugye úgymond szobrászkodni a figurákkal, ugye Kósz Arnold, ő nem csak az animátora, hanem ugye a modelleket is ő készítette, úgyhogy ez egy nagyon felelősségteljes, igényes munkákról van itt szó, mert ugye azért kialakítani egy ilyen figurát, hogy az minden oldaláról jól nézzen ki, hát nem könnyű. Tehát ezt így be is kóstoltuk, és megtudtuk, hogy mit jelent. Most már a közeljövőben gyorsabban fogunk rajzfilmet készíteni, megtanultuk, tehát látjuk, hogy tényleg mik a gyengéi, mik az erősségei, ennek hogyan kell ezt ugye egyáltalán készíteni. Na, tehát ez a figurák most már egy picit barátságosabbak, sokkal kedvesebbek, igyekeztünk nem hasonlítani senkire, nem utánozni senkit, tehát hogy a legendáriumnak a stílusára hasonlítsanak, a kedves, aranyos szereplők legyenek, a gyerekeknek tetszenek, ugye itt van az Zete figurája, tehát ő egy kabala, egy példa, ugye ő a jó mellett van mindig, tehát ezt meg kell kedveljék, szeressék a gyerekek. De hát ugye van az Zete baba is, azt már szeretik. Hát igen, igen, na például. A Magyar Nemzeti Médiahatóság igaz, hogy kilátásba helyezte, hogy támogatja a második, harmadik, illetve negyedik részet. Sőt, már támogatják is. Igen? Tehát szerencsére, igen, tehát itt kellett ezért, ugye meg kellett dolgoznunk ezért, hogy elfogadjanak minket. Nem csak a médiahatóság támogat, hanem akit érdekel, meg lehet nézni a honlapunkon, a plakátokon, majd a DVD-tokján, és nagyon sok intézmény, cégek kezdtek mellénk állni. Tehát nyilván, amikor először így mondtuk, hogy akarom mi 3D animációs rajzfilmet készíteni, azt hitték, hogy bevertem a fejemet. Aztán ugye most így 4 év után, most már mindenki látja, hogy ezt nagyon komolyan gondoltuk, nagyon sok nehéz pillanaton mentünk át, tényleg volt olyan, hogy le volt állítva a rajzfilmgyártást, kiürült a kassa. Na, de most tényleg úgy kezdtünk megnyugodni, mert látják, hogy komoly munkát végzünk, most már a támogatások is könnyebben fognak jönni. És ugye a médiahatóság is ugye bizonyos százalékát finanszírozza a következő részeknek. Nagyon helyes. Hát igen, ezeket köszönjük szépen, és tényleg jól esik, mert értéket fogunk közvetíteni a gyerekek fele mindenképpen. Szabolcs, második, harmadik, negyedik rész. Milyen legendákat dolgoztál fel? A második részben a Rétyinyír mondáját. Ez nagyon szép történet, a óriások, tündérek ismételten. Aki ez már ismeri, 3 szék, ugye? Hát igen, 3 széken vagyunk. Igen, aki ismeri az óriáspincetetőn az emlékművet, most a napokban azon dolgoztunk, hogy az óriáspincetetői emlékműből lett egy óriásnak a sátra. Hát ez egy óriási emlékmű, és abban a sátorban gyűlnek össze a szacsvai és a lisznyói óriások, ugye az óriáspincetetői óriással, majd a fergetyűvárba Zete segíti a régi tündéreket, ne tudják elrabolni az óriások. Tehát nagyon szép történet, van benne megint kaland, akció, izgalom, viszont ami fontos, hogy nincs benne erőszak, tehát székely mondáról beszélünk, nagyon-nagyon mély és jó üzenete van a gyerekek irányába. Mikor tudtok hozzáfogni? Mikor szeretnétek hozzáfogni? Már dolgozunk is. Már dolgoztuk rá. Persze, már elkészültek a figurák, már modellezésen túl vagyunk, most van a textúrázás, megkapják a bőrt a figurák, ugye a riggelés, tehát ezek ilyen szakszavak, van, aki érti, a riggelés az azt jelenti, hogy csontvázat kapnak, lehet mozgatni őket. Úgyhogy már dolgozik a csapat rajta, sőt... Tehát megmutatjuk hamarosan, egy kicsit bepillantunk a kulisszatitkókba. Igen, és ott van ugye a következő része, a Csíksomlyói Baba Mária legendája. Hát nagy felelősség ugye a Szűzanya legendáját feldolgozni, viszont tényleg a gyerekeknek ezt meg kell mutatni, hogy ott mi történt, vagy miért olyan csodálatos, ugye, miért van az ereje annak a helynek. Ugye a tatárok se tudtak elbánni a Szűzanya szobrából, meg ugye megsegítette ugye a székelyeket, tehát itt azért a hit, ugye a közösségnek a hitét is bele kell vinni. Nagyon, nagyon, nagyon felelős munka, és akkor a negyedik rész az majd a Gyergyói Tátos asszony. Ez megint ilyen tatárjáráskor
Hollywoodi történet. Én vicces, tehát humoros jelenetek lesznek benne. Hát izgalmas lesz mindenképpen, a gyerekeknek tehát a tetszését el kell nyerni. A felnőttekét is. Igen, de azt tetszik, hogy Székelyudvar hely után ott van a Háromszéki medence, a Csiki medence és Gyergyó. Tehát nem felejtitek el, nem hagytok ki senkit. Igen, mindenik szék. Igen. Tehát gyakorlatilag 12 részben gondolkodunk. El is fogjuk ezeket mind készíteni, és mind a 12 részt, tehát itt most ugye Kolozsváron vagyunk, lesz egy aranyos széki, igen, így van pontosan, tehát ott is majd kiválasztjuk, mert azt hiszem, hogy már talán később válaszol, Székelykő mondája lesz, de a lényeg az, hogy mindenik székely székről lesz egy történet, és ez... Na, akkor térjünk vissza az elsőhöz, a Likaskő legendájához, hamarosan ugye bemutató a mozikban, és igaz, hogy a Likaskőnél is lesz vetítés? Igen, persze, itt nagyon, nagyon beváltja a rajzfilm azt a feladatát, amiért is készítettük. Tehát a Korondi Kistérségi Társulás, a Turisztikai Egyesület már felfigyelt arra, hogy hát ebből már lehetne valami többet kihozni. Mert ugye Likaskőt azért eléggé felmagasztaljuk azt a követő rajzfilm készül róla, tehát ugye nézzük meg a Merida a bátor című rajzfilmet, vagy az Asterix, Obelix, ugye vagy a Ideved, a sárkány, ugye ezek a nyugati legendák. Na most mi is ezt a legendát ugye nem csak székelyföldi nézők elé visszük, hanem ez elmegy egész Londonig majd. És hát ott a helyszínen, a kőnél lesz egy turisztikai rendezvény, és a lényeg az, hogy nem csak a rajzfilmet fogják levetíteni, lesznek plusz események is, és gondolom, hogy megjelennek a cserép árulással is, tehát is az a lényeg, hogy a turistákat lekötni, egy-két órára ott tartani, úgyhogy ahogy egy picit szebb idő lesz, akkor az első tesztvetítést megejtjük. Nincs kizáró, hogy Csíksomlyói búcsú környékén, mert akkor elég sok turista jön a környékre, és ugye a búcsú után, vagy a búcsú előtti napokban, hát van, aki azért szeretne még valamit látni Székelyföldből, és akkor oda el lehet látogatni. De természetesen más, tehát az egész nyáron szeretnék hetente több nyelvű rendezvényben gondolkodni, tehát nem csak magyar nyelven, és nem csak legenda az van a Likaskőről, hanem a történelmi földrajzi jelentősége van, ott vannak a várak, tehát egy komoly turisztikai programot lehet majd ekörül szőni. Itt ugyebár egy komoly csapatmunkáról beszélhetünk. Én azt mondom, hogy nézzük meg, mutassuk be önöknek is a munkatársakat, utána pedig megkérlek, amennyire lehet, hát avasd be a kulisszatitkokba. Hát itt mindenkit láttunk, ugye? Igen, az a szép, hogy amit látható a felvételeken is, néhány ember készített egy rajzfilmet, tőlünk keletebbre vagy nyugatabbra azért komoly, kisebb falvak is dolgoznak egy rajzfilmen. Itt ugye például beszéljünk csak ugye Arnoldról, ő is hát kemény munkát végzett itt az elmúlt 2-3 évben, 4 évben, mert egyedül modellezte, animálta le a rajzfilmet. Tehát ugye le is merült a végére, elfáradt eléggé. Most már tényleg úgy örvendek, mert kezdett a stáb bővülni Udvarhelyen. Tehát már van animátor, van, tehát tényleg gyarapodik a csapat, hál' Istennek. És amit láthatod, mindenki székelyföldi, mindenki hazai, próbálunk munkahelyet teremteni, nyilván ezt meg kell élnünk, pályázunk is, de az a tervünk, eladjuk majd a DVD-ket, és a legendáriumnak a termékeit, csak ebből fenntartjuk, tehát egy önfenntartó rendszer legyen. Én úgy érzem, meg fog ez állni a lábán, már például jelentkeztek székelyföldi cégek, hogy a termékükre rákerüljön a figura, ugye van zetefagyi, van firtosfagyi, most lesz csetlikes, nápolyszelet. Igen?
persze, és akkor ezek azok a dolgok, és ezektől a cégektől mi kapunk egy támogatást, tehát nem kizsebeljük őket, nem, ők se használnak ki minket, hanem közösen mindenkinek jó. Tehát ugye itt is ezért jó. Nézzük meg a nyugati rasszímek, mennyi terméke megjelennek a figuráik, és tényleg óriási pénzekért adják el, tehát ilyen, hogy mondjam, kabala hegyek vannak, ugye mindenhol egy benzinkúthoz is, ha bemész. Na most hát nyilván ezek a helyiek, a miénkek, és egyértelmű, hogy az első, hogy mondjam, hogy az elsőbséget a székelyföldi cégek élvezik. Tehát ugyanúgy a székelyföldi munkatársak, székelyföldi cégek termékén jelentetjük meg ezeket a brendeket, mert ezzel erősítjük egymást. Tehát mindenki, ugye a csapat pedig, mondom, bővülgetett, ugye a rendező, mindenki. De még mindig nem vagytok annyian, mint egy olyan igazi nagy filmnél. Hát látjuk a stáblista, hát megy percekig, ugye bár. Ez fog bővülni, ahogy szépen fejlődünk. Én bízom benne, hogy odafigyelnek ránk, a csapatra, a munkánkra, és tényleg én azt szeretném, nem akarunk mi támogatásokból élni, most még az elején fog kelleni, de én azt szeretném, hogy ez önfenntartó rendszer legyen. Itt nem csak a Kárpát-medencei piacba gondolkodunk, hanem Londonból jönnek színészek. Angol nyelvre szinkronizáljuk, és ezt elengedjük. Tehát az angol nyelvű szinkronizálást londoni színészek, a Her Majesty Színház munkatársai lejönnek udvarhelyre. Ez hogy sikerült összehozni? Hát úgy, hogy Andrészek István barátunk ott dolgozik a színházba, a színház munkatársa. Elmentünk Londonba, lekasztingoltuk a színészeket, egy szerepre jelentkeztek négyen, tehát túljelentkezés volt. Igen, mert hallották ők exotikus is, hogy Erdélyt, Renszélyénia, persze, mert lejönnek dolgozni, de azért még megnézzük a Tölcsvári kastélyt, a Dracula várat, körbevisszük Székelyföldön. Tehát azért ide-oda elvisszük őket, tehát lesz egy nap munka, és lesz 3-4 nap kirándulás, és persze, hogy, de nem csak azért, tehát úgy megmutattuk nekik a rajzfilmet, a minőségét, és tetszik. És ez a lényeg, hogy ugye ez nem mondom, nem magunknak készítsük, hanem legyen, ugye nem csinálunk mi tavaszt, de jó kis fecskéje lehet ez az erdélyi magyarság kultúrájának nyugaton. Miért nem? Közben itt nézem a felvételeket, igen. Hát a színészek is biztos nagyon élvezték a munkát. Persze, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház munkatársai, és van egy kakukk tojásunk, Baritz Gergő, ugye énekes előadó, tehát őt még akkor úgy gondoltam rá, amikor az X-faktorban megjelent, tehát amikor megnyerte a harmadik helyet, hanem amikor megláttuk először az X-faktorban, akkor mondtam, hogy ne Gergőnek milyen jó, hogy az egyéniséges, hogy tényleg vonjuk be a rajzszínes. Akkor tehát nem azért vontátok be, mert nyert, hanem egészen egyszerűen szimpatikus volt. Nem, azért, mert úgy megvolt, azt mondom, első perctől kezdve, és akkor, ha utolsó lett volna is be, tehát nem ez a lényeg, úgyhogy már az X-faktoros fény letűnt, tehát még mindig ott van, és vele dolgozunk. Na, úgyhogy mindenki tényleg nagyon ügyesen szinkronizálják, adapták a színészek, és ők is élvezik, hát rajzfilm, meg ugye ilyen nem volt. Hát ezt nyugodtan elmondhatjuk, hogy országos szinten, tehát Románia szinten azért rajzfilm sorozat gyártása nem létezik. Tehát ez premier, most kezdődött. Van Moldovában egy csapat, vagy Moldáviában van egy csapat, aztán ennyi. Magyarországon azért van ogat, de itthon nem tudok róla. Szabé, én azt mondom, hogy most lássuk nyilván a teljesség igénye nélkül, hogy hogyan készül egy rajzfilm. Rajzfilm. Ugye már megkérem szépen a kollégákat, hogy indítsák el a bejátszást, és akkor ott látod, vagy itt a hátam mögött is látod, és kérlek, kommentáld. Na, itt a likaskő, ugyebár. De igen, itt elmentünk. Tehát ezek a székelyföldi mondák, legendákban az a szép, hogy eredeti, valódi helyszínekhez kötődnek. És akkor a csapattal kimentünk a likaskőhöz, és akkor mindjárt látható a képen, hogy a tündérek ugye bedugják a likaskőbe a vasrúdat. Na, ez az. Itt halljuk itt. Hallatszik, ugye? Tehát ugyanezt a hangot eljátszottuk. És ez a lényeg a rajzfilmben, ugyanígy meg fog jelenni, tehát ezzel a kőnek az eredeti hangjával jelenik meg az a tündérek, amikor lopják el a követ. Nagyon hát jó. Így imitáltuk. És ez a szép benne, hogy ugye ezt végig játszottuk. Igazi hangokat használtuk. Igen, eredeti. Így van. Úgyhogy ez a napokban volt ez a hangfelvétel. Ja, és a másik a lyukon átlát, ne látjuk a mikrofont is. Jaj, de igen, jó. Igen. Na nagyon, tehát ezt majd fogják értékelni, nézők, ez nyilván a verkfilmbe bele fog mind kerülni. Uh-huh. Úgyhogy hát látszik, itt még mozgatjuk is a csövet, mert a tündérek ugye erőlködnek, hogy lopják el a követ Firtosvárából, amit majd a rajzszínben itt
ugye a kutyust tesszük rá, mert kicsit fúj a szél. Aztán igen, ugye van itt várólás. Mondjuk el a nézőknek, nem tudják, hogy mi az a kutya. Igen, az a szőrös valami, az nem lőttünk le semmit az erdőbe, hanem az a mikrofonnak a hangtom, tehát ugye a szélfúvást kiszűri a mikrofon membránjai elől. Itt például aztán nem sokára ledöntünk egy el is döntöttük le, nem látszik ez a... Nem igen, itt figyelem. Most következik. 3, 2, 1. Itt összetörjük a vázát, a cserepet. Nem kellett volna elárulni. Hát... Elnevette a bottatörés pillanatát. Nem, itt az a lényeg, hogy a rajzszínben ugye csetlik a botlós gonosz csatlósa a tartott tőnének, elejti a korondivázát. Itt van Arnold, ugye ő a mozgatja, animálja az etét éppen. Hát ez aztán a legigényesebb része az egész történetnek. Úgyhogy úgy képzeld el, hogy itt most mi beszélgettünk, és ezeket a mozgatásokat, mindent minden szépen, apró mimikát be kell állítani, el kell ugye, tehát ez egy külön művészet, tehát nem elég az megrajzolni. De tehát az ilyen a lényeg, hogy kézzel, igen, kézzel, itt még ugye néhány hajszála van, tehát ez egy ilyen nyers, nem kell megijedni, nem így néz ki zete valójában. Tehát a kézi rajztól hogyan jut el az egész a digitális, ez a kis saját térig. Most már az új rajzfilmben például ugye első osztályosok voltunk, most a következőben megyünk a második osztályba, tehát ott már kézzel mindent kitextúrázunk, tehát sokkal művészibb lesz, sokkal közelebb lesz a képzőművészethez itt ebbe a rajzfilmbe. Használtunk, nem, tehát ugye mi kísérletezés volt az egész, tehát az első rész itt tanultunk, de a második része minden egyes tárgyat, mindent megfest kézzel Pálfi Csaba kollégám, és ez ennek külön, tehát ez megint úgy ad egy értéket, egy patinát majd annak a 3D-s képnek, ahol ez majd meg fog jelenni. Hát igen, itt a kezet, ahogy mozgatja, úgyhogy hát ezzel van baj. Ide türelem kell, óriási nagy türelem. Itt egy-két mausz egér azért megbánta ezt az animálást. De hát közben az alkotó is kiborul, elfárad. Hát ki lehet borulni, gondolom. Mert nem könnyű, mert azért a gépek sem mindig azt csinálják, amit kell, és lefagy. Kezd előről. Itt a likaskő, ugye a 3D-s képe a likaskőnek. Ugye a követ is, tehát a maga valóságában, tehát rekonstruáltuk. Tehát ez a lényeg ebben a rajzszínben, hogy amit lehet valódi. Tehát például a Firtos várát is, hogy Orbán Balázs annak idén megrajzolt egy körvonalat. Most azt a Firtos várát, amit itt látunk, hát ezt arra a körvonalaira, tehát nem az alapja, nem így nézett ki, tehát most ne értse félre senki, hogy a vár így nézett ki. De eredeti helyén van. Körvonalai ennyi, tehát ugye ezzel úgy tisztelgünk az Orbán Balázs munkája előtt. Itt aztán persze Nyárádi Zsolt segített nekünk ugye az egésznek az épületnek. Itt a hangfelvétel a színészekkel. Szászen Matilla, ő a hangmérnökünk. Attilát lehet ismerni, néhány is a popzenei világban itt Erdélyben, ők azért zenélnek. A gimist iskolás társak voltunk, ennek idején a Gimi Vidit együtt kezdtük, azaz ők kezdték, mi meg átvettük. És hát megmaradt a szakmai jó kapcsolat, ugye sulistársunk volt, hát egyértelmű, hogy akkor együtt dolgozunk, itt a színészek, ugye Gergő, Barabá. Hát azért itt lehet látni, hogy jó hangulatban rögzítjük a... Mit mondasz? Nem értem, mit csináljuk? Itt a kakasnak be van kötve. Ne, ott van Katika is. Így van. Katika nekem, mert az osztálytárs. Ficiszki Andrea, itt van. A mozgásérzékeny. Tóth Árpád, a bal oldalt, ő ugye a rendező, Attila a baseball sapkás legény, ő a hangmérnök. Na, úgyhogy hát. Ez a Székelyudvarhelyi Digitál 3 televíziós stúdiójában vettük fel itt a hangokat. Igen, Szabi, igen. Most mondják, hogy lejárt az időnk. Végszónak valami. Igen. Mindenkit szeretettel várunk a képernyőkön. Az önök kezében van a távirányító. Köszönjük, hogy megnézik a rajzfilmet. Na hát akkor, de mondjuk el még egyszer, én nagyon szépen köszönöm, Szabi, hogy Székelyudvarhelyről eljöttél hozzánk, és hát megtiszteltél a jelenléteddel, és ilyen jó hírt hoztál, hogy kedves nézőink, akkor lesz bemutató, tehát a Székelyföldi Legendárium 3D animációs filmsorozat első részének a bemutatójára várnak mindenkit a Székelyudvarhelyi Olimpia moziban március 26-án este, volt Olimpia moziban március 26-án este 7 órától. A likaskő legurult a dombról, és Korond patakáig meg sem állt. Ma is ott fekszik, a patak meder mellett, nem morzsolódott el.
Helyszé tartódik, és úgy építették fel azt a várat, mint amit Mózsibán mesélt lövétéről. Há, mit mesélt Mózsibán? Há, azt mondta, hogy ott voltak valami kömvesék, és azok úgy rakták a falat, hogyha állt fal, s a ledőt járna. A jó tündér talán ma is ott van valahol, ha nem is látjuk, vagy nem ismerünk rá, vigyázz ránk minden pillanatban. Esténként a tűz mellett tündérekről, óriásokról, követgörgető ördögökről, hatalmas sárkányokról és őseik hősies cselekedeteiről meséltek gyermekeiknek, és mesélnek ma is a székelyek. Mondák és legendák ringatják álomba az unokákat, mert bármennyire is hihetetlen, a csodás mesék igazak. Egyszer volt, igaz volt.